Hanol. Egy hét után visszatértünk, csak az elmúlt egy hétben twittereztünk. Volt egy hosszú hétvége. És igen, arra gondoltunk, hogy beszélünk egy kicsit arról, hogy ami a Twitteren most történik, az legalábbis Egyesült Államok vonatkozásában az egyik legszórakoztatóbb a Trump megválasztása óta. Ez itt a Konklávé. Én ritka jól szórakozom. És én is. És úgy látom, hogy a Musk az így elkezdte élvezni. Látod az ilyen oltásait? Az jó szíve. De az AOK-kal neki már régóta tart a románc egyébként. Tehát ők már az ilyen text the rich, meg már ez, itt kezdődött az ő szerelmük. Hát a Babylon Bee rendszeresen mémeli, hogy az AOK az róla álmodozik. Kurva jó. Egyébként ez úgy kezdődött, ez jó is, hogy felhozta a Babylon Bee-t, hogy ugye letiltották a Babylon Bee Twitteren. És a Musk az nagyon szerette a Babylon Bee-t, és akkor így rájött, hogy hát hoppá, hogy itt valami szólásszabadság probléma, vagy miért tiltják le ezt a marha vicces izét, felületet. És ennek a vége az lett, és van is a Babylon Bee csinált egy ilyen mémet, tudod, ez a dominós mém, ez az ilyen pici dominót elindítod, és igen, a végén igen, az ekkora igen, lett, igen, ez a banning Babylon Bee from Twitter, és akkor így elindítod, és akkor Elon Musk buys Twitter. Imádom. Nagyon jó. Én egyébként azért szeretem, mert amúgy utálom ezeket a platformokat, meg a Twitter. Nem is olyan alkalmas a magyar nyelvre, ha bár azt pont nem mondtad, hogy maszkelvileg. Valami, de lehet, hogy csak álmodtam, de hogy mert hogy mindenki úgy tesz föl hosszabb szövegeket, ugye, hogy a jegyzetbe. Tehát, hogy ki azt kifotózza, és akkor azt beteszi képként. Ez régen a Facebookon is így volt, emlékszel még rá? Lehet, hogy írni jegyzetkéket. Így van, hogy telefonod jegyzet, tehát mit tudom én, ilyen iPhone-on van ilyen jegyzet, és akkor abban megírja a hosszú szöveget, és képként beteszi. És ezen akarnak módosítani, tehát valószínűleg lehet majd hosszabb szöveget. Igen, tehát a Twitternek ez mennyi 140, vagy 340? Nem sok, tehát magyar nyelven két mondat körülbelül. Igen, tehát nem sok, és emiatt nyilván az az angol száz világnak kedvez leginkább. Részben ezért, részben másokok miatt nem terjedt el annyira. De a vicc az egészben az, tehát ez egy akkora, tehát South Park van az a rész, amikor a Christopher Reeve meg a Dustin, nem, a Hackman, Gene Hackman. Igen. És akkor ott, hogy mekkora az irónia, hogy megvan, hogy az irónia málna szörf volna, itt most neki úsznánk benne. Ja, és azon röhögtem, hogy a Musk, most abból fedezte a Twitter megvásárlását, amit a snob progresszívek fizettek a rohadt villanyautókért. Imádott. Tehát az egész Silicon Valley, meg az egész Kalifornia jár ezekkel a szarokkal, és most meg még őket adóztatja meg a $8 checkmarkkal. Tehát ez meg, annyira zseniális. Meg őket borítja ki azzal, hogy mostantól szabad szórakozni. Nekem ez nagyon tetszik. Tehát, és a két dolgon mulatok nagyon jól. Az egyik a szélbal, a másik meg pont, hogy nem is szél jobb igazából, hanem ez a konteós jobb, de mindjárt elmondom, hogy mire gondolok. A szélbalon azért visongok nagyon jót, mert eddig azt magyarázták, amikor mi azon sírtunk, hogy hát tiltanak minket a platformok, hogy ha csináljatok magatoknak, és akkor itt is beszéltünk az ilyen Getterről, meg ezekről, de aztán most lett egy platformunk. Na most mi van? Hoppá, így már mégse olyan jó. Ugye, így akkor most már központosítsuk. Tehát így akkor már már legyen állami, de csak akkor legyen mondjuk állami, ha éppen Biden van hatalmon, amúgy meg legyen a mi oligarcháink kezébe. Igen, és hát most vonulnak le, és a legjobb most visszamondani ezeknek a szerencsétlen libnyikeknek, hogy nem tetszik az új Twitter, hát csináljátok magatoknak saját közösségi média felületet. Ezt hallgattuk 10 évig és körülbelül. És akkor most jönnek ezzel, hogy mindenki megy át a Mastodon nevű oldalra, de az egyébként az egy annyira cringe dolog, nem akarok egy olyan oldalra lenni, mert az a neve, hogy Mastodon. Az a Szájteknek volt egy ilyen termékei, ilyen növekedési szarja Mastodon. Mi a nyavaja ez a Mastodon? Valami platform, olyan, mint ami nekünk volt a Getter. Tehát, hogy tudod, ilyen elmész oda, zugpolitizálsz, és akkor tudom én. Igen, az a baj ezekkel, én nagyon híve vagyok egyébként nyilvánvalóan az alternatív platformoknak, mert hát ha majd valamikor lesz belőle valami, egy probléma van, és emiatt egy kicsit a Telegram hiába vannak ott kevesebben jobb, mint a többi, hogy ez azért nem így jött létre, hogy legyen egy platforma az üldözött a szólásszabadság üldözöttjeinek, hanem nagyon jó volt a táptalajra. Hanem az egy csevegő program volt, és aztán lehetett létrehozni csatornákat, tehát más alapon jött létre. Általában az alternatív platformok problémája az, hogy van egy felismerés, az, hogy korlátozzák a szólásszabadságot a nagy platformokon, csináljuk egy olyat, ahol lehet, és akkor ez egy ilyen visszhangkamra lesz, tudod, hogy most nézd meg, érted, akármelyiket, nem akarok neveket mondani, de mindegyiken gyakorlatilag az van, hogy akkor most az összes jobbos ott van, kicsit uncsi. Igen. És amúgy... Nem magunknak akarunk beszélni. És amúgy ugye se a Facebook, se egyik se ilyen, amíg a Twitter van a legközelebb ehhez, mert az ilyen újságírók, meg politikusok kommunikációs felülete ugye az Egyesült Államokban.
De az összes mindenhol, többi... tehát azért ott sose alakult át ilyen cica megosztós. Igen, de az összes többi azért az inkább ilyen, tehát ismerőseimet bejelölöm, és akkor mondjuk az egésznek a 10%-a a politika, csak mi azt látjuk belőle. Igen. Ezért nem nagyon működtek az alternatív platformok. Most az történt, hogy a Musk ugye megvette, majd meglátjuk, hogy mi fog történni, mert egyébként most azért is nem értem a hisztériát, mert most még ugyanazok az elvek, tehát hogy még nem változott gyakorlatilag gyökeresen semmi. Annyi, hát azok, annyi, hogy a cenzorok most annyi, már nem hogy, nagyon vannak annyi, ott, annyi, tehát legalább ennyi történt. Az, hogy kibaszta a Twitter teljes vezetését gyakorlatilag, az óriási. Tehát az akkora tetszik. Igazságtétel, hogy... És azon kívül, hogy Kathy Griffint kibaszta, mint macskát szarni, az... Azon mondjuk nagyon jót röhögtem. Nekem akinek a kedvenc nincs hírem meg... az volt, hogy Amber Heard most már akkor letörni magát a Twitterről. Ú, tesó, inkább tűnj el, tehát az ágyba hát szarás az nagyon... Azért mondom, hogy még mindig jobb, mint hogyha odakakért volna. Képzeld, hogy Amber Heard tiltakozik az új Elon Musk hatalommártétele ellen a Twitteren, oda megy a székházhoz, és oda kakil. Ez a... Ki is csinálta a nálunk ezt a gyúcsányék alatt? Aj, de hülye vagyok. Tereskova. Tereskova, jaj, illatos a pinát, vagy miket írt, Jézusom. Tehát Amber Heard ott tereskovázna a Twitter székháznál. Hát embertelen. Hanem ő csak törölte magát, szóval nagyon jó, és a másik, ami jó, hogy ugye amit most bevezetni kíván, hogy a kék pipáért mindenki 8 dollárt fizet, és mindegyik köcsög újságírónak égnek áll a haja. Meg olyan, hogy figyelj, az ENSZ, bazd meg, érted? Az ENSZ valami, nem tudom, hogy milyen emberjogi biztosa. Globo Homo ZRT. Az ENSZ emberjogi biztosa, vagy ki a tököm, felszólította Muskot, hogy vegye figyelembe az emberi jogokat. De mi az emberi jog ebben? De ilyenkor emberi jogokról beszélünk, de amikor a konzikat tiltották, akkor meg akkor az úgy van, a magáncég, nem tudom, mit csinálni, ez egy magáncég. Vegye figyelembe az emberi jókat, értsd, korlátozza a szólásszabadságot a saját platformján, amit megvett. Kurva jó. Ok. Ha az ENSZ-nek nem tetszik a Twitter, csináljon magának saját Twittert. Bevonulnak, aztán megerőszakolják a kiskurókat. Ja, ilyet ne sose csináltak. Szóval nagyon jó, azért jó, mert megint az látszik, hogy ezek a hülye felfúvalkodott hólyag újságírók, akik azt gondolják, hogy ők szarták a Himaláját, és így, mi az, hogy elveszed meg bárkinek az 8 dollárja, mi mégiscsak az elit vagyunk. Tehát nekik ez a problémájuk, hogy mi mégiscsak az elit vagyunk, és akkor így ugye azt mondta a Musk, hogy vége ennek az urak és szolgák rendszernek, meg hogy hogy urak és parasztok rendszernek, mostantól mindenkinek 8 dollárja a kékpipa. Nekem úgy lenni, pont leszarom, mert nem kell kékpipa, de hogy aki akar, az ugyanúgy vehet kékpipát, mint bármelyik újságíró, és akkor valamelyik újságíró hisztériázott is, hogy de hát azért az információk megbízhatósága minden, és akkor így értenek. Musk, hogy, pont ebben tévedsz, hogy magatoknak vindikáljátok a jogot arra, hogy csak ti közvetítettek megbízható információt. For the record, az előző amerikai választáson pont az bizonyosodott be, hogy ők azok, akik elhallgatják a megfelelő információkat. Itt tegyük hozzá, hogy pont most volt az, hogy a Fehérház kitett egy tweetet, valami azt mondani adómódosításról, és a Muskék fact-checkelték. És kiderült, hogy egy 74-es törvénymódosítás volt, és a Fehérház 2 perc múlva kitették alá, tudod, hogy fact-check, és utána neki Fehérház 5 perc múlva törölte a tweetet. Annyira zseniális, hogyha a Muskék csinálnak ilyen, meg alkalmazzák a fact-check rendszerét a Twitternek, de most már máshogy, és majd most a Facebook fact-checkerei fact-checkelik a Twitter. Ha Musk semmi más nem csinált, csak szétrókodja ezt az egész beképzelt elitista tech világot, igen, akkor már mindent megtett azért, hogy akkor megveszem 8 dollárért a checkmarkot, bazdmeg. Akkor azt mondjuk, nem mondom, hogy veszek. Ha lenne V8-as Tesla, azt is vennék. Én is ezt akartam mondani, azt nem mondom, hogy veszek Teslát, egyrészt, mert nincs rá pénzem, másrészt meg benzines is king, de ettől még tényleg valami szobrot faragunk Elon Musknak, hogy szétrókodja ezt a világot. Beültetjük majd Muskot. Küldhetek nekünk Musk szobrocskát. Aki egy saját elmondása szerint is egyébként demokrata szavazó volt, most egyébként ugye fölhívta a népét. Erről mémelt is, hogy ő itt volt, a demokrata párt itt, már hol van a demokrata párt. De hogy ugye most arra buzdította a népét, hogy mindenki szavazzon republikánusokra, úgyhogy egyszerűen annyira... Amikor azt látom, én próbáltam ilyen mérsékelten lelkesedni a Muskért, mert azért mégis transzhumanizmus, nem feltétlenül a mi világunk, de az, hogy pont a megfelelő emberek tépik a hajukat tőle, meg ordítanak fájdalmukban, hogy Whoopi Goldberg is eltávozott, tehát hogy a ragadozó is eltávozott a Twitterről,
óriási hiány lesz, és ilyen teátrális, ami neki mostantól elmegyek, hogy Whoopi Goldberg, és most máshol fogja mondani, hogy mi, hogy Auschwitz, mi volt, volt neki valami ilyen, ilyen ja, holokausztos botránya. Igen. Mi volt. Nem baj, én sem emlékszem, hogy Istennek. Szóval, szóval hogy a megfelelő, tehát az, az egy jó jel, hogy a megfelelő emberek... Az ellenségem ellenség jelenleg a legjobb barátom. Basszák föl magukat. Igen. Van elég pénze meg hatalma ahhoz, hogy tényleg fölkúrja őket, tehát a ugye ezt a doktor miniszterelnök úrnál is látjuk, ugye, hogy a, mindig a megfelelő emberek idegeskednek tőle a legjobban. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy akármi is történik. Engem még az se érdekel, érted, hogyha most izé néhány jobbos izé felháborodik, vagy, vagy mondjuk engem letilt a Twitter, mert annyira hozzá vagyok már szokva ezekhez, hogy nyugodtan letiltat engem is, mert hogy amíg fölidegesíti a megfelelő embereket a Musk, addig én drukkolok neki, az egészen biztos. Úgyhogy én úgy vagyok fel, hogy hajrá. Abszolút, viszont van egy metanarratíva ennek az egésznek, ami, amire mondtam, hogy a kontaósokat is kicsit ütlegeljük, mert ugye mindenki, amikor ilyesmiről beszéltünk szólásszabadságról az elmúlt évek során, akkor mindig mondták, hogy ugye, amit már beszéltünk itt érintőlegesen, hogy úr, létre kell hozni újakat, és mi ugye mindig mondtuk, és egy kicsit egy ilyen megmondtam nevű játékot játszunk, hogy maradni kell a platformokon, nem lehet kivonulni a harctérről, ott kell maradni addig, amíg vagy változás nincs, vagy teljesen magukévá nem teszik azt. És a Twitternél most éppen mákunk van, mert most egy kicsit a felénk húz ez a platform. Nyilván a Facebook az meg még nagyon nem, de hát amekkorát estek Zuckerberg részvény, ami nem tudom hány milliárd dollárt vesztett az elmúlt. Még nem, nem ment csődbe sajnos. Még nem, de lehet, hogy Musk azt is meg fogja venni, nem tudhatod. És aki kivonult a Twitter, és elment a VK-ra, meg az ilyen semmi oldalakra, érted, az majd most szívja fogad, hogy jaj, most jövök vissza gyorsan, de azt az építkezés, meg azt a fajta jelenlétet, azt eddig eltagadta. Tehát értem, persze, vonuljunk ki teljesen, de akkor vonuljunk ki az erdőbe, és akkor szarjunk a világra. Mert egyébként az lenne a legkirályabb. Nekem is azt tetszene a legjobban, csak az a baj, ők nem hagynák. Tehát idő után Zuckerberg rádrugná a kaibádnak az ajtaját, hogy bázd meg, itt se csinálod azt, hogy amit akarsz. Hogy itt a VR szemüveg. Igen, vagy? Itt a VR, vedd föl. Úgyhogy maradjunk innen. Néhány mémet a videóban majd így rakjunk már be, mert a Sömbi is csinált egy kurva jót, ugye, hogy végre kerüljön egy afroamerikai és a dollárra, és legyen 8 dolláros bankjegy, és arra rámehet az Elon Musk. Hát azért mekkora siker az afroamerikai közösségnek, hogy végre egy afroamerikai tulajdonában tudhat egy nagy tech céget. Igen. Azért ez nem akármilyen. Ez hatalmas győzelem. Ez egy hatalmas győzelem. Szerintem ezért nem örülnek a demokraták. De a demokraták meghallották, hogy mi, afroamerikai? És már így hegyezték a csúcsos lepedőt. Gyorsan Mártáz Vinyardból előkerültek a ruhák. A nagy sárkányok már vonulnak a Twitter székházhoz. Tényleg meg a varázslók, meg mi a fasz? Óriási. Na, szóval ez elképesztő, annyira jó ez a buli, és most minden egyes olyan szöveget, amit cinikusan mondtak a Lipsik az összes többi platformmal kapcsolatban, amikor ugye mi ajvékoltunk, az ugyanúgy vissza lehet vágni az arcukba. Hallottam, mit kéne egyébként most komolyan, hozzunk le a kontrán egy olyan cikket, ahol egy 444 ilyen hasonló vonatkozású cikkébe csak kicseréljük ezeket a szavakat, tehát hogy a trumpisták helyett a bidenisták, és ugyanezt így lehozzuk, hogy a Twitter tiltja a gyűlöletkeltő tartalmat, csak kicseréljük ezeket a megfelelő szavakat. Szerintem kurvára ülne ez a dolog. A jellemzően nincs semmi bizonyíték arra, ezt is mindig mondom, nincs semmi bizonyíték arra, hogy cenzúra van ezeken a platformokon. Csak néhány szélső baloldali hőzöng. Igen. A szélső baloldaliak, mint a 444, a szélső baloldaliak hőzöngenek. Hát ez ilyen a dolog természetes. Szélsőségesek mindig hőzöngenek, hogy valami nem oké. Így van. Igen. Úgyhogy hát AOC-nek és mindenki másnak is azt tudjuk mondani, hogy 8 dollár. Javulja már forint, mert akkor veszek tényleg. És az újságíróknak is csak azt tudjuk mondani, hogy ti sem vagytok már elit, 8 dollár. Hát ja. Szerintem köszönjük, hogy velünk röhögtétek ki ismételten ezeket a félkegyelműeket. Reméljük, hogy a shit show folytatódik. Én nagyon szeretem, nagyon tetszik. Igen, életemben először tényleg azt mondom, mert nem nagyon használják, magyarok nem nagyon használják a Twitter, de én most azt mondom, hogy érdemes fölmenni, és különösen követni Elon Muskot, mert az a trollkodás, amit csinál, azt tanítani kellene. Tehát tényleg most már elkezdte élvezni is, és az nagyon látszik rajta. Az, hogy besétált egy csapteleppel, bazd meg a... hogy én most dokajlóval a izébe a székházba. Na, mindegy, imádom, tehát ez, gyerekek, zseniális. Úgyhogy én egyelőre azt tudom mondani, hogy hajrá. Mert ha semmi, mondom, hogy semmi más nem csinál, csak szétrúgja ezt az egész izét, konszenzus, meg elitista izé pöcsmögést. Ez hegemóniát, és ez nagyon tetszik, hogy végre. Na, marha jó. Úgyhogy reméljük, hogy Musk megveszi a következő alkalommal a Google-t, aztán a Facebookot. Szerintem akkor meg is vagyunk. Királyság akkor lehet lesz. Menni az erdőbe végre. Vajon nem, mert a transzhumanizmus szar.
Na jó, köszönjük szépen a figyelmet, és akkor kövessetek minket Twitteren. Twitteren, most csak Twitterre gyertek. Figyelj, nem is mondunk más, most csak Twitterre gyertek, jó? Neked már hány követőd van, vagy mi? Mit tudom én, 2000, nem tudom. De nekem is tudom, is megugrott, vagy 300-zal. Franctól lett nekem követő. Én azt hittem, hogy ez soha nem embertelen fog megtörténni, mert magyarokat nem érdekli alapvetően a Twitter. És ömölnek a magyarok. Úgyhogy köszönjük azoknak, akik már bekövettek, akik meg szeretnék látni a további agit, propot, és amitől sípolnak ezek a lipsik, azok megjöjjenek és kövessenek minket Twitteren. Köszönjük, sziasztok! Hello.